hogy mennyire agyagos, mennyire darabos. Mindig a nemesebb pálinka a jobb, ugye a bírs, a barack, a körte. Fogyasztása viszont nagyon jó a szilva is, meg az alma is. Mondja Zsoldos Tibor, akinek zamatos szilva pálinkája érdemelte ki az első tiszamenti pálinka verseny fődíját. Zsoldos Tibor több évtizedes pálinka főzői tapasztalattal rendelkezik. Régóta foglalkozom én már 30 éve, de ilyen szakszerűbben most az utolsó 4-5 évben. És észreveszem, hogy évről évre jobb a minősége, úgyhogy ezeknek az előadásoknak sok hasznát veszem. A verseny szervezői azt szeretnék, hogy értékeink minél szélesebb körben népszerűek legyenek. Azt is fontosnak tartják, hogy az értékelés során tapasztalt hibákra felhívják a pálinka főzők figyelmét, mert csak így fejlődhetnek. A legnagyobb hiba, hogy nem mossák meg a gyümölcsöket, hanem úgy, ahogy a vödörbe beledobálják, úgy egyből megy a hordóba, és természetesen ezáltal mindenféle úgynevezett földbaktériumok is bekerülnek, amik előidéznek legkülönbözőbb zavaró erjedési termékeket. Az első tiszamenti pálinka verseny díjátadó ünnepségén Maurer Oszkár borász tartott előadást, aki a hagyományokban rejlő értékek fontosságára hívta fel a figyelmet. Szerinte a minőségre való törekvés terén jócskán van még mit fejlődnünk. Jó dolog az, hogy ha ezt ki tudjuk jelenteni, és már pedig ki tudjuk jelenteni, hogy azért elindult, ha kis mennyiségekben is, viszont annál nagyobb minőségi léptékekben indult el a pálinkák és a borok fejlődése. A Zentai Pálinka Bírálók Társasága azt szeretné, ha minél nagyobb arányban jelennének meg azok a főzőmesterek, akik a térségünkre jellemző italokat a lehető legnagyobb szakértelemmel készítik el, kiváló minőségben.